A Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség 2021-ben negyedik alkalommal hirdette meg az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot, ami a miniszterelnökség támogatásával zajlott. Célként tűzték ki a minőségi építészet népszerűsítését, és hogy jó példákat állítsanak az építészek és a laikusok elé egyaránt. Három kategóriában hirdettek nyertest, és külön díjakat is kiosztottak. A pályázat kiírói az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával 6 rendezvényből álló sorozatot indítottak, aminek első állomásaként a lakóház kategória győztesét, egy csopaki épületet lehetett megismerni és bejárni. A sorozat további helyszínein építészeti előadások mellett bemutatják a tervezési folyamatot is. Aki szeptember 2-án ellátogat a pécsei Balogh pincészethez, az találkozhat Cserháti Cene Andrea tervezővel, és meghallgathatja a 2000-ben elfogadott Balaton törvényben is részt vállaló dr. Laposa József előadását. Szeptember 15-én a középület kategória nyertese, a Balatonfenyvesi Gyermektábor ad majd otthont a bemutatónak, ahol Dénes György tervező mellett Molnár Árpád főépítész teszi fel a kérdést, áldás vagy átok-e a Balatoni ház. A Hévízi Karbona Társasház a Zala megyei építészeti kamara külön díját nyerte el 2021-ben. Ezt az épületet szeptember 29-én lehet megnézni Bánfalvi Koppány tervező kíséretében, majd Lengl Zoltán, Zala megyei állami főépítész tart szakmai előadást. A Balatoni Szövetség külön díját a Balatonfelvidéki Nemzeti Park füredi beruházása a Lóci Barlang látogatóközpontja szerezte meg. Ők már dupláztak a pályázaton, hisz 2020-ban a középület kategória nyertese lett a Fenékpusztai Kis-Balaton látogatóközpontjuk. Október 13-án a füredi helyszínt teszik bejárhatóvá. Ahol mi állunk, gyakorlatilag nagyságrendben 230 millió éves triász mészkőben található a Lóci Barlang, aminek óriási értéke egyébként, hozzáadott érték az, hogy ténylegesen egy város szinte hogy szívében található, nagyon könnyen megközelíthető, és mi is nyilván erre építettünk. Gondolkoztunk rajta, hogy most milyen is lesz itt ezen a helyszínben ilyen mennyiségű betonnak a felvonultatása. Viszont pontosan a tervező volt az, aki gyakorlatilag megnyugtatott, hogy részben azért a természet nem fogja visszafoglalni, de ezt a betont antikolni és színezni fogja. Tehát megjelennek várhatóan mohák, zuzmók, minden, tehát úgy van kialakítva a látszó beton részek is, hogy ezek idővel nem esedni fognak. A 6 díjazott épület helyszínét 6 délutánon tudjuk látogatni, és elkészült egy bemutatható kiállításanyag, egy roll-up sorozat a díjazott épületekről, és az épületek mellett természetesen az alkotók nevének a felsorolásával, ismertetésével is. A rendezvénysorozat zárásaként október 20-án a Magyar Építészkamara külön díjazottja a felújított Balatonboglári Kultúrház lesz látható. Pór Péter tervező előadása után Kocsis Iván munkásságának balatoni vonatkozásait emelik majd ki. Addig is a Lóci Barlang látogatóközpontjában egy mini fotókiállítás keretében az összes díjazott látható lesz augusztus végéig.